üdvözlik, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Szeretettel köszöntjük a kedves híveket, a zarándokokat, akik eljöttek a kápolna búcsú ünnepére. Kérjük a mai napon a boldogságos Szűz Máriának a közbenjárását, hogy legyen velünk az életünkben, tapasztaljuk meg őt minél több alkalommal. Érezzük az ő jelenlétét, és kérjük az ő közbenjárását. A mai búcsú szentmisétben imádkozunk egy beteg édesanyáért, aki a napokban hozta világra a harmadik gyermekét, csíkszentdomokosi születésű Karda Renátának hívják, akiért éppen az orvosok a mostani órákban is küszködnek az életéért, hogy megmentsék a földi életét. Gondoljunk erre az édesanyára is, hogy hallgassa meg a mi boldogságos szűzanyánk a mi kérésünket, hogy könnyítse meg az fájdalmát, az életét. Hogy tiszta lélekkel vehessünk részt ezen a szent cselekményen, tekintsünk önmagunkba, bánjuk meg bűneinket, vétkeinket, hogy tiszta lélekkel vehessünk részt ezen a szent cselekményen. Zarándok testvéreim, szőkebb hazánkból és a anyaországból, távolabbi vidékekről. Nagyon sok szent mondotta gyakran a szép imádságot, Uram Istenem, múltunkba, irgalmadba, jelenünket, szeretetedbe és jövőnket egészen a csodálatos irgalmasságodba ajánljuk. A lényeg az életre összpontosul, úgy, ahogy a boldogságos Szűz Mária igent mondott Isten akaratára. Isten belépett a történelembe Krisztus Urunk megtestesülésével, és attól a perctől kezdve nem csupán e világi profán történelem volt, hanem azóta is úgy mondjuk, hogy üdvösség története van a világ végezeté. Isten arra hívott, mert minden egyes ember kivétel nélkül, hogyha belekapcsolódunk az ő meghívásába, akkor ugyanakkor járjuk az Isten gyermek életet, és egyszerre vagyunk e világ polgárai, Isten gyermekei is meghívva a természet fölötti életre is. Mikor azt mondották, az ember képes életet létrehozni, nem igaz. Drága testvéreim, nem igaz. Én 75-ben érettségiztem, és ezt a hatóságot tanították, hogy az élet magátudat is laborban létre lehet hozni, és a professzorok mondják, hogy egy fűszálat nem tudnak, ha nincs fűmag. Ha már megvan a fűmag, akkor oké, tovább már nem probléma. Tehát egyik legnagyobb hazugsága a tudomány nevében a történelmesen sok embert meghívettettek, és azt hiszik, hogy jó úton járnak emiatt, hogy az élet magától lett, ez sem igaz. És nincs adat akadémikus professzor senki, aki életét létre tudna hozni, ha csak nincs ott a fűmag, és utána a történetet ismerjük. Egyedül Isten tud teremteni, de teremtését te tudod otthonaddá tenni. Egyedül Isten tud életre hívni, de te tudod azt oldni és továbbadni. Egyedül Isten tud egészséget ajándékozni, de erre az egészségre nagyon kellene vigyázni. Egyedül Isten tud reménységet plantálni, de te tudsz a testvérednek bizalmat szavazni. Egyedül Isten tud szeretetet ajándékozni, de te tudsz más szeretetre tanítani. Egyedül Isten tud csak csodát tenni, de te tudod az öt kenyeret és a két halat odahozni, hogy csodát tegyen. Egyedül Isten képes lehetetlenre, de te tudod a lehetőt megtenni. Isten egymagában mindenre képes, mégis úgy látja jónak, hogy téged igénybe vegyen,
és munkádra igényt tartva rád számítson. Beültődött a fényességes Szentháromság, itt Istennek a második személye. Az idő teljesében beoltodott az emberiség történelmébe, egy tiszta szűzi mélybe, azért, hogy elinduljon a megváltás folyamata. És igazságot tesz minden bástalmat szemedőnek, a kenyér, amelyet én adom. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, védj szívünkbe az igaz hitnek szent igazságai, hogy mi, akik a szűzanya fiát valóságos Istennek és valóságos embernek valljuk, az ő üdvösség szerző feltámadásának ereje által eljussunk az örök boldogságra, Krisztus, ami Urunk által. A Jóistennek hálát adva ezért a csodálatos ünnepét, megsegített bennünket, és megőrzött akár az esőtől az időjárásban próbált mellénk állni, az imádságban meghallgatta kéréseinket, hálásan köszönjük ezt a Jóistennek, a Jóisten után pedig köszönjük Balázsnak és a családjának, hogy előkészítették a kápolnát erre az ünnepre, a Jóisten továbbra is segítse őket az életükben, családjukban. A köszönetekben megköszönöm a Csala László menossági plébánosnak, hogy az Isten üzenetét közvetítette számunkra, a Jóisten adjon számára egészséget. Köszönjük Péter Sanyi papácsinak is, hogy az ünnepen velünk volt, együtt imádkozott velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hálásan köszönöm, hogy ilyen szép számban egybegyűltünk ezen a napsütéses, szeles, tavaszi ünnepnapon. Így számba véve és tekintve az arcokat úgy látom, hogy a Gyergyói medencétől a Háromszéki medencén keresztül az Alföldig, magyarországi Alföldig számos településről jöttek el zarándokot, természetesen beleértve az anyaegyházközséget, Csíkszentgyörgyöt, a vele szomszédos menasságot és Csíkszeredát, meg Csinódot és egész. Külön köszönöm, hogy a tanítónő és az óvónő elhozta erre az ünnepi alkalomra a kisiskolásokat és az óvodásokat. Egy dolgot szeretnék még megosztani a jelenlévőkkel, azt, hogy úgy érzem és azt tapasztalom, amióta a csinódi kápolna megvan, hogy hitében erősödik az egész magyarság. És el kell mondanom azt, hogy Magyarországon az elmúlt vasárnap és szombaton gyümölcsoltó boldogasszony tiszteletére több helyszínen szerveztek imát a magyar nemzetét. És én úgy látom, hogy egyre erősödik az, hogy egy adott percben, egy adott órában Kárpát-medence szerte nemzetért ima hangzik el. Ez erősít bennünket, erősíti a magyarságot, hozzájárul a megmaradásunkhoz, a Kárpáthoz.